Sziasztok, Charlie vagyok, ez itt pedig az e-cigi tesztek. A mai videóban egy modkészüléknek a klónjával fogunk megismerkedni, ez nem más, mint a Steelpunk, amit az itthoni forgalmazó Slug modként forgalmaz. Amit lehet róla tudni, hogy ez egy mechanikus készülék, és minden rövid ismertető előtt ez így néz ki, egy csecsekis gyöngyvászon tokban, amit az övünkre is föl tudunk akár fűzni, egy gyöngyvászon tokban kapjuk, és egyébként, ha abból kivesszük, akkor így néz ki. Ez egy réz alsó és felső résszel rendelkező készülék. Nézzük meg közelebbről, hogy hogy néz ki belülről, mert ott is vannak érdekességek, hogy lehet használni, és aztán élőben gőzöljünk is vele egy sort. Nézzük közelebbről, mi van a dobozban akkor. Első, amit észrevehetünk, nekem nagyon megtetszett, aztán hirtelen láttam, hogy hát ez mégsem fa doboz, ez csak egy ilyen fa hatású matrica rajta. És itt van maga a készülék. A dobozt félre is teszem. Egy gyöngyvászontokban, amelyet föl tudunk akár az övünkre is fűzni. Ha ebből kihúzzuk, akkor láthatjuk, hogy jó tartása van egyébként a toknak is, strapabírónak tűnik. És akkor itt van maga a készülék. Nézzük ekkor először meg kívülről, amit látunk rajta az itt alul a logó, másik oldalt pedig a sorszáma, ami van, de minek, hiszen ez egy klón, tehát akár mindegyiken lehetne 096-os sorszám is. Fönt láthatjuk a 5-10 csatlakozónkat, és a kakas fegyver kakasnak szimbolizált tűzgombot, elsütő billentyűt ki, hogy szeretné hívni, és itt van a zsebzár funkciója is. Ezt kitekerjük, és utána tudjuk használni a készüléket. A másik végén látjuk az akkuhüvelyt, és a kettő között egy fa testet, illetve hát tulajdonképp két darabból van összeállítva, de fa testet. Megnézzük belülről, akkor ahhoz ezt a hüvelyt kell megnyitnunk. És gondolkozhatunk is, hogy hogyan fog ez nekünk elektromosságot vezetni, mikor ez itt egy rugó, de egy műanyag elembe csatlakozik, mondjuk azt láthatjuk, hogy alatta, tehát egy gázelvezető furatnak nincs híján a dolog, de még mindig nem értjük, hogy ez hogy fog vezetni. Most ez úgy fog vezetni, hogy ezt félretesszük, és láthatunk benne egy részhüvelyt. Ennek más funkciója sincs, mint hogy a belehelyezett akkumulátorunkat tartsa a készülékben, illetve ha ezt betettük a készülékbe, akkor ez körülbelül ilyen pozícióban lesz, és ez az elsütő billentyű tulajdonképp, ez az elsütő billentyű ide az oldalához fog neki nyomódni a vége, és így fogja zárni az áramkört. Ha belülről nézzük, akkor megpróbálom úgy, hogy valami látszódjon is, de olyan sötét van a likban, talán most lehet látni, tehát ott van az elsütő billentyűnek a vége, ott mozog benne, nem tudom mennyire látszik, sajnos nem nagyon, de higgyétek el, hogy az ott az. Én ezt most bele is helyezem, és visszatekerem a végzáró elemet, ami a helyén tartja.
Amint ezzel megvagyunk, én most visszaállítom ezt alaphelyzetbe, ugye így zárt állapotában van, és keresek egy kazánt, amit rá tudnék tekerni, mondjuk az legyen egy olyan, amit jól lehet látni, hogyha éppen működik, és legyen egy Prométhei drip kazán, amit remélem sikerül rátekerni. Igen. Tehát így néz ki rajta a kazán, és ugye így nem tudunk izzítani. Ezt a kis csavart kijebb tekerjük, még mindig nem tudunk izzítani, még kijebb tekerjük, még mindig nem, és most tudunk izzítani. Ennyi. Arra kell figyelni, hogy ilyenkor, ha ezt visszatekerjük, akkor akár ilyennel is találkozhatunk. Tehát ezt egy picit ilyenkor meg kell mozdítani, és itt lehet is látni, hogy enyhén fölugrik. A fában van egy kis bemélyedés, ami mögébe tud ugrani ez a nyelvecske, úgyhogy miután ez fölkattant, utána tegyük zsebzárra, és akkor látjuk is, hogy nem izzít. Amit még láthatunk a készüléken, az az, ugye, hogy itt a középérintkezője, ez is fix, hogy fordítsam, hogy látszódjon, ez is fix, tehát nem mozdul, majd a kazánt kell úgy állítani, hogy neki megfelelő pozícióban és biztosított érintkezéssel tudjon dolgozni. Egyébként nagy ruvály nincs benne, a lé elvezetés, illetve hogyha ide csöppenne likvid vagy folyna ki, akkor ezt a perem megtartja. Hogyha nagyon szeretnénk szerelni, akkor ezekkel a csavarokkal tudjuk szétszedni, de ahhoz az is szükséges, hogy ezt teljesen kitekerjük, és mögötte van egy pici rugó, ami visszanyomja gyakorlatilag a mi tűzgombunkat a megfelelő helyére, és azt a rugót aztán nem könnyű visszaszerelni, úgyhogy én javasolnám, hogy jól gondolja meg, aki szeretné szétszedni, mert nekem egy jó 10 percen betelt, mire szét tudtam applikálni a dolgot. Mondjuk ez a 4 csavar, vagy 3 csavar eltávolítása szükséges csak hozzá, illetve ennek a picinek, meg középen a rugónak, és akkor teljesen ki lehet húzni, és hozzá lehet férni ennek a érintkezőnek a végéhez, hogy meg tudja az ember tisztítani, de véleményem szerint azt, hogyha az akut, illetve ezt a réz akuhüveit eltávolítjuk, és ide benyúlunk egy bármilyen tisztítószeres rongyal, és nyitott állapotában, tehát kitoljuk azt a kis pöcköt, ami benne van, amit az előbb is mutattam, akkor meg tudjuk azt úgy pucolni, akár az ujjunk végén levő kis rongyal, hogy ne kelljen ezt a készüléket szétszedni. Szereljük össze, és nézzük meg, hogy mit tudunk vele gőzölni, és mondjuk ki a végső verdiktet. Miután megismerkedtünk a készülékkel, vegyük használatba, nézzük meg, hogy üzemel. Én most ehhez egy Typhoon GT-t fogok segítségül hívni. A zsebzárat kitekerem, és már ropogtat is.
Na, ópofa, ez a fegyver kakashoz hasonlító kis tűzgomb, ez tetszik, a hangját leszámítva, de valamit valamiért, ennyi hiba még talán belefér. Ahogy nézegettem, a feszültségesése az átlagosnak mondható volt a készüléknek, azt viszont megfigyeltem, hogy lehet, hogy csak ennél, de nem mindegy, hogy elsütés közben hogy tartjuk ezt az elsütő billentyűt, illetve tűzgombot ki, hogy szereti hívni, mert amit mutattam belül, az a kis részcső, ami a 18650-es aksinkat tartja, ahhoz, ahogy hozzáér, nem biztos, hogy pont úgy ér hozzá, hogy a legnagyobb felületen, és ezáltal, hogyha egy dripkazánnal néznénk, akkor látnánk, hogy az egyik állásában egy picit jobban gőzöl, erre érdemes odafigyelni, illetve arra, hogyha elzárjuk, akkor előtte jó, hogyha nyomunk egyet rajta errefelé, hogy visszaakadjon, és úgy zárjuk el, mert ellenkező esetben akár egy folyamatos nyomvatartást is, tüzelést is elérhetünk vele. Egyébként maga az anyag használata az nekem tetszetős, jó pofa a fának, meleg fának a fogása, illetve maga a réz is tetszetős számomra, szeretem ezeket az anyagokat. Ki hogy szeretné, így, vagy így, vagy így. Számtalan féleképpen lehet használni. Pro, kontra. Amit elmondtam a kis közelében, az, hogy az ember teljesen szétszedje, az egy pici kézügyességet igényel. Attól függetlenül, hogy könnyű szétszedni. Bent az a pici rugó, ami ugye megfeszíti ezt a kakasnak, hívjuk most kakasnak, ezt a kis kakast, az szétszedéskor, illetve összeszereléskor eléggé nehezen helyezhető vissza a saját pozíciójába, úgyhogy én is amikor először szétszedtem, ott megfogadtam, hogy többet nem fogom szétszedni, mert 10-15 percig szórakoztam azzal, hogy megtaláljam a helyét. Úgyhogy én ettől tartanék mindenkit, vagy óvnék mindenkit. Egyébként a kezelése egyszerű, a tisztítása, karbantartása egyszerű, hát a fa igényel egy kis törődést, tehát azt ne mosogatószerrel tisztítsuk. A réz meg ugye a szokásos, hát oxidálódik. Figyeljünk arra is, hogy érdemes a testben lévő rézhüvelyt is néha karban tartani, hiszen az is oxidálódni fog. Negatív tulajdonságként tehát elmondható, hogy az alap szétszerelésen kívül, tisztításon kívül, tehát hogy a hüvelyt kiszedjük, igazából nem könnyű a szétszerelése, pont a kis pici rugó miatt, hogy semmi nem tartja ott azt a helyén ezen az állító csavaron kívül, illetve negatívumként még annyi, hogy ez az állító csavar, ez meg kell találni a pozícióját, és utána figyelni kell arra, hogy ha a pozíciója megvan, ne hagyjuk el. Tehát, hogyha megfelelően kitekertük, akkor nem biztos, hogy ez fixen tartani fogja magát. Érdemes néha ránézni, hogy megvan. Egyébként sorszám, logó, a sorszámra azt mondom inkább, hogy az majdnem hasonlít az eredetire. Kicsit illúzióromboló a réz és a fa mellett benne ez a műanyag, de hát ez van. Pozitívum. A tokkal együtt hordva nagyon kényelmes, még így kazánostól is.
A kezelése nagyon egyszerű. Én azt mondom, hogy ez egy ilyen jó kézbeálló marokmod, és az elsütőgomb használata sem kíván nagy gyakorlatot. Mehához mértem, bármit meghajt, gyakorlatilag amit ráteszünk. 5-10 csatlakozóval persze. Hát annyi, hogy a középérintkezőjét nem tudjuk állítani, de ettől függetlenül ugye minden normális készüléknél, a kazánnál lehet állítani. Itt is olyan kazánt kell találni, keresni, amit ott tudunk állítani, középérintkező magasságot. Egyébként az érintkezésekkel semmi gond nincsen, mindegyik részből van. A hüvely is teljesen jól érintkezik, igaz, az nem ez a rész, hanem az inkább egy másik fajta. Ez sárga, azt inkább vörösnek mondanám. Egyébként rendben van a készülék, a középérint, vagyis az elsütő billentyűnek a belső részét, ha nagyon akarjuk tisztítani, akkor azt egy kendőre tett fogpasztával, akár az akku hüvelyből is meg tudjuk egy kicsit csiszatolni, hogyha nagy karbantartást akarunk végezni, és akkor talán nem kell szétszedni teljesen. Mindent egybevetve szerintem egy pofás módkészülékkel állunk szemben. Végre nem csak a fémmel, nem csak a hengerrel találkozunk, hanem egy másik anyag is bekerül a képbe jelen esetben, a fa. A fa nagyon jó passzol szerintem a részhez. Ezzel a kis öftokkal nagyon jól lehet hordani is, tehát nem kell ezt zsebben, meg mellén zsebben, hogy lehúzza az ember ingét, hordani. Úgyhogy azokkal az ismert hiányosságokkal, amiket a videóban elmondtam, mindenki el tudja dönteni, hogy ezekkel meg tud-e barátkozni, vagy ezek kompetenciák-e neki, tehát ez számára fontos-e vagy sem. Ha nem annyira fontos, vagy nem zavarja annyira, mint engem, akkor minden további nélkül egy ilyen készülékbe is be lehet újítani. Nem az a tucat készülék, amit már az előbb is mondtam, az anyagából kiindulva. Nekem tetszett, remélem nektek is a videó, és tudtam vele segíteni. Jó gőzölgést, sziasztok!